A kerékpárutat mintegy 2,5 kilométer hosszan a vasúti töltés Duna felőli árvízvédelmi területen építik meg, mely egészen a Kümlődi csárdáig húzódik majd. Ez nem kis feladat elé állítja a kivitelezőket. A talaj problémáknak a megoldása az nagyon nagy feladatot fog róni majd a kénkivitelezés után ránk. A következő az, hogy meg kell oldanunk az, hogy a vasúti töltés és az új kerékpárútnak a töltése együtt dolgozzon, tehát valamilyen szinten hozzá kell nyúlnunk a vasúti töltéshez is. A terveken látszódik, hogy 3 csomópont is lesz az útvonalon. Körülbelül a felénél becsatlakozik a Madocsa-Bölcske irányába a töltésen már évek óta nagy népszerűségnek örvendő kerékpárút. Illetve az elején és a végén a vasúti síneken és a 6-os úton való biztonságos átkelést is ki kell építeni. Hídépítésre sor kerül, jelző lámpaépítés lesz, jelzőtáblák lesznek, csapadékvíz elvezetés, tehát abszolút profi módon fog megtörténni, én azt gondolom, a kivitelezés. Sajtónyilvános kiviteli szerződés kötésre a Városházán került sor, ahol elhangzott, topos pályázati pénzből és saját forrásból mintegy 522 millió forintból valósul meg a Paks Dunakömlőd kerékpárút, melynek határideje 2019. augusztus 30-a. Szabó Péter azt is elmondta, még idén tervezik a Gesztenyés út faltól falig történő útfelújítás keretében a lakótelepi kerékpárút kiépítését is.